Kedves lelkész úr, amint legutóbbi prédikációban említette, a pokol a Föld gyomrában körülbelül 8000 km-re lábunk alatt lent van. Miért van a, 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 a gyomrában? Ez a kérdés. Miért van ilyen közel a pokol, miközben a menny? Mérhetetlenül messze van. Másik kérdésem az lenne, hogy a Föld, Isten a bukás előtt a földet teremtette, amikor még nem volt szükség büntető helyre, akkor miért lett mégis teremtve a pokol? A Bibliában is szerepel, hogy Jézus ezer éves földi uralkodásának a végén Isten felégeti az egész földet, új ég lesz, új föld és új Jeruzsálem, akkor mi lesz a pokollal? Köszönöm, Hilda. Szintén csak az elismerésemet tudom kifejezni, nagyszerű kérdés. Következő. Nyilvánvaló, hogy a mostani Föld az nem azonos az ősfölddel. Nem tudjuk elképzelni, hogy hogy nézett ki az ősföld, de azt tudjuk, hogy nem volt legalábbis ez a naprendszer ilyen, amilyen most, mert ugye az égi testeket, a bolygókat, ami legalábbis a Földhöz legközelebb van, az ebben az érában lett teremtve. De az nyilvánvaló a Bibliából, hogy volt ősföld, mert hát az első verszak és a második verszak között, ahogy kezdődik a Mózes első könyve, nem a maga föld eredetével foglalkozik, hanem bejelenti tényszerűen, hogy a föld ö, sötét volt, mélység volt a földbe, és úgy tűnik, ez a tehunk kifejezés azt jelzi, hogy Isten ítélete, sújtotta a Földet. Vannak olyan elméletek, hogy egy nagy részét letörte Isten ítélete az ősföldről, és, el, és átalakította az ősföldet egy kisebb bolygóvá, és az ősföld sokkal nagyobb volt ennél a Földnél, de most ebben a, ezekben a magyarázatokban nem kívánok belemenni, és akkor sokan meg is találják a, a galaxisba a Földnek a maradékait, amit úgy gondolják, hogy az ősföldről származik, de mondom, ez egy érdekes elméletek, a Biblia erről nem beszél. Tehát, de egyet, egy, egyet, egyről nyilvánvalóan beszél a Biblia, hogy egy ős, univerzális katasztrófára került sor az Ádám teremtése előtt, illetve a mostani világ természet teremtése előtt. És amikor ez a katasztrófa megtörtént, és Isten elhatározta, hogy a világot megújítja, amit mi teremtésnek mondunk, ez szerepel ugye az úgynevezett hatnapos teremtés ideje alatt, akkor már előtte a Földnek a gyomrába belehelyezte a, föl, a Poklot, nyilvánvalóan, azért, mert a gonosz angyaloknak egy részét már az ember teremtése előtt Isten megkötözte a, a, a tartarozba tehát a mélységbe, tehát éppen ezért ezek az őstörténethez tartozó események, tehát így helyezte be Isten a pokolt a földnek a mélyére, és a, nyilvánvalóvá teszi az evangélium, hogy a seolt, a pokolt Isten nem az ember számára teremtette, hanem a sátánnak és a bukott angyaloknak, tehát ez volt az egyik válasza, nyilván több ö, 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 hatása volt az Isten ítéletének az ős civilizációra, de az egyik válasza az volt Istennek, hogy több gonosz angyalt megkötözött is erről. Az Új Szövetségben is, Péter Levélben is, másútt is olvasunk, hogy angyalok vannak megkötözve a sötétségnek a láncaival, és nyilvánvalóan, hogy akkor készítette el Isten a Földnek a belsejébe ezt a labirintust, illetve ezt az alvilági rendszert, börtönrendszert. És utána történt meg a Földnek a teremtése. Hogy miért ilyen közel van a pokol, arra meg az a válasz, hogy a, hát a Föld az egy frontvonal a univerzumban, itt történt, vagy legalábbis ebben a szférában történt az Isten elleni ős lázadás, ami az egész látható világot magával rántotta, és pontosan az embert erre a frontra helyezte, és ezért közel van az ember a rosszhoz, a gonoszhoz, mert azt gondolom az egyik célja az volt Istennel, Istennek, azon túl, hogy ismerős, ismerjük, hogy mit jelentett ki Isten az első fejezetben, második fejezetben, hogy mi az embernek a Földön a feladata, de, hogyha megnézzük az új szövetséget, a ésnek a következtében, meg a gonosznak és a, a, a halálnak a beáramlása, bejövetele a Földre, akkor egyértelmű, hogy kibővült az embernek a feladata, amit nyilvánvalóan már az örökkévalóságban Isten ezt eltervezett. Ez pedig nem más volt, hogy az ember által fogja szétszúzni a gonosznak és a sötétségnek a birodalmát. Tehát nem közvetlenül ő mint Isten, mindenható örökkévaló, hanem ember által fogja legyőzni, és azt gondolom, ez az egyik legnagyobb csapás is. Ezért olyan mérges szerintem az ellenség az emberiségre, mert az emberiség nyilván Isten segítségével, Jézus Krisztus vezetésével, mert ő az az ember, aki megtaposta a kigyónak a fejét, az ő vezetésével az emberiség, aki legalábbis beáll Jézus Krisztus mellé, győzelmet fog aratni a sötétség erői fölött. Itt ugye, de nem akarok belemenni, sokszor azonnal ugye kérdezik, hogy miért hagyta Isten az ördögöt ilyen hosszú ideig tevékenykedni. Hát pontosan azért, mert ő ezt a feladatot átadta az embereknek, hogy ők győzzék le. Emiatt van ilyen hosszú idő biztosítva az ördög számára, de meg fog történni. Erre, visz, erre a garancia Jézus feltámadása, illetve Jézusnak az engedszelő áldozata. Ezért örülünk, örvendezünk, hogy az ember ilyen magasztos küldetést kapott. Tehát a kereszténységbe ez is beletartozik. Jézus ezért beszél arról, hogy hatalmat ad az embereknek, akik hisznek őben, hogy kigyókon és korpiókon tapossanak az ellenség minden erején, és megérte nekik, hogy semmi nem ártat nekik, megérte nekik, hogy hatalmat ad, hogy démonokat üzenek ki az emberek, emberekből, adott nekik hatalmat, mondja más helyen az ige, hogy ebbe az életbe uralkodjanak, nem emberek fölött, hanem pontosan a rossz felett. Tehát ezek az a kijelentések mind azt mutatják, hogy az embernek van egy küldetése a szellemi háborúba, és ezt az embereknek be kell tölteni, és be is fogják tölteni természetesen, és ez egy nagyon fontos a, a küldetés az egyháznak. Sőt, van egy kulcsige, most jut eszembe, az Efézus belérkezik levélben, és azt mondja Pálapostól, hogy az Isten sokféle bölcsességét a fejdelemségeknek, tehát angyaloknak, jó angyaloknak és gonosz angyaloknak egyaránt az egyház által nyilatkoztatja ki. Tehát ezért nagyszerű dolog az úrnak a szolgájaként élni és hirdetni az evangéliumot, és ezért a ti nem haszontalannak. Mi lesz a pokolnak a sorsa, még az ez szerepel a kérdésbe. Gyehennába fog vettetni. Ez lesz a szem, ugye Gyehenna az Jeruzsálemből vétetett a neve. Ott rakták le a szemetet, ott égették folyamatosan a szemetet. Tehát lesz a, a, ennek a látható világ megújulása után, újjáteremtése után egy úgymond szemét hulladék lerakó hely. Most nem csak az anyagi értelemben, hanem spirituális értelemben is amelynek az a lényege, funkciója, hogy az Istentől nyert életet elveszített és értelmetlenül és értéktelené vált teremtmények oda kerülnek. És a rossznak a képviselői és hordozói, és nem utolsó sorban maga a rossznak és gonosznak a megtestesítője, aki maga az ördög, tehát a gonoszról a Biblia, mint szeméről beszél.